9 forduló telt el a bajnokságból, és most már kezdenek tisztázódni az erőviszonyok az NB1B piros csoportjában. Ahogyan azt a szakemberek várták, a Veszprém, a MAFC és az Oroszlán is ott van az élmezőnyben, majd a Nyíregyháza a Blue Sharks következik. A kék cápák két vereségüket Oroszlányban, illetve Budafokon szenvedték el, utóbbi különösen fájó a nyíregyháziak számára. A MAFC elleni rangadó előtt 2 hete volt a szakmai stábnak arra, hogy felkészítse a csapatot a budapesti mérkőzésre. Igaz, több tényező is hátráltatta Siska Jánosik munkáját. Igazából nem tudtunk normálisan készülni. Múlt héten a sérülteket ápoltuk, illetve voltak betegségek is. Aztán a hétvégén a válogatott játékosaink elmentek Székesfehérvárra, úgyhogy mától tudunk rendes munkát végezni, de bízom benne, hogy jó formában leszünk, és jól fogunk játszani szombaton. Az utóbbi meccseken nagyon ponterősen játszó Cura Attila abban bízik, hogy a szezon második rangadóján sikeresen szerepel majd a nyíregyházi együttes. Az első meccsünk azért az Oroszlány ellen ugyebár nehéz volt, egy jó csapat, és az első meccsek között volt ugyebár. Most a MAFC ellen én úgy érzem, hogy azért jobb formában vagyunk már a csapat is nagyjából összeállt, úgyhogy mindenféleképp bizonyítanunk kell, hogy komoly csapatok ellen is tudunk fontos győzelmet aratni, és alapjából egy jó mérkőzés lesz, hiszen a tavalyi csapattársunk Nagy Krisztián is ott játszik. Sitko Ernő a kék cápák szakmai igazgatója játékosként és edzőként is több emlékezetes meccset vívott a műegyetemistákkal. Rég múltra tekint vissza az a küzdelem, amit a két csapat már folytatott egymással. Több-kevesebb sikerrel egyik-másik oldalról. Szerintem mind a ketten úgy emlékszünk, vagy mind a két csapat úgy emlékszik vissza, hogy örültünk azoknak a mérkőzéseknek, amikor egymás ellen játszhattunk. Néha a Nyíregyháza, néha a MAFC került ki ebből győztesen. Remélem, hogy most mi leszünk azok a csapat, vagy azok a játékosok, akik örömmel hagyják el a pályát. A MAFC Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 17:30-kor kezdődik a Gabányi sportcsarnokban. A 10. forduló további párosítása a következő: Oroszlány MTK Török Bálint, Budafok MAFC Miskolc, Békés Nagykőrös, Vasas Akadémia BKG Prímaese és PVSK Bonyhád.